Úgy néz ki, lesz 5. bátaszéki bornapok. Figyeltük az egészségügyi helyzetet, és végül is úgy döntött a képviselőtestület, hogy a jelen pillanatban rendelkezésre álló információk alapján megrendezzük az 5. bátaszéki bornapokat szeptember 2. hétvégéjén, viszont be kell tartsuk azokat a jelenleg érvényes közegészségügyi szabályokat, ami azt jelenti, hogy a rendezvény területére csak oltási bizonyítvánnyal rendelkezők jöhetnek majd be. Ennek megfelelően fogjuk a rendezvényteret és a fesztiválteret lezárni kordonokkal, beléptető kapuk lesznek, ahol a fesztiválra érkezőknek fel kell mutatni azokat az okmányokat, amelyeket tudják igazolni, hogy vagy átestek a koronavírus fertőzésen, vagy megfelelő védettséggel rendelkeznek oltás által. Úgy érzékeltük, hogy nagyon nagy igény van ennek a rendezvénynek a megtartására, és egy kicsit összevág azzal az elképzeléssel is, hiszen a napokban kormányzati szinten is bejelentés érkezett arra vonatkozóan, hogy igen jelentős összegben támogatják rendezvényeknek, illetve fesztiváloknak a megtartását. Azt gondoljuk, hogy ők biztosan rendelkeznek azokkal az egészségi információkkal, amik megalapozhatják, hogy szeptember hónapban ezek a rendezvények még, természetesen, ahogy említettem, a hatályos szabályok figyelembevételével megtarthatók. Csötonyi László, a Bátaszékért Marketing Nonprofit Kft. Ügyvezetője úgy nyilatkozott, a szerződéseket már megkötötték a fellépőkkel, most pedig már azon dolgoznak, hogy biztonságosan és jól lebonyolítsák a város meghatározó eseményét. A program ugyanolyan tematika alapján zajlik majd, mint az elmúlt években. A péntek az főleg a rockról és a rock and rollról fog szólni, mint ahogy minden esztendőben, illetve azokban az esztendőkben, amelyekben meg tudtuk ezt tartani. A 16 órakor lesz szeptember 10-én pénteken a megnyitó, és rögtön belecsapunk egyébként az egészbe, és az utánam srácok fog zenélni, majd őket követi a Metal Heart. Közben lesz egy ünnepi közgyűlés, illetve képviselőtestületi ülés, hiszen a Ditróval közös testvérpartneri kapcsolat jubileumát is meg fogjuk ünnepelni, amelyet követ egy állófogadás az iskola épületében, de közben egyébként a koncertek és a programok folytatódnak a piactéren fölállított nagy színpadon. 19 órától egy fergeteges fish buliban lesz része azoknak, akik itt lesznek, 20 óra 45-től lép fel a Dongattó, majd este fél 11-től az ABS ad koncertet, és éjféltől 24 órától hajnali 2-ig a Cheat buria fogja zárni az első napját az 5. bátaszéki bornapoknak. A szombati nap a folklorról, a hagyományőrzésről fog szólni, mint minden esztendőben. 13 óra 30-kor kezdődik itt a művelődési háznál a bírói pár kikérése, majd elindul a szüreti felvonulás. Ezt követi 15 órától a Romkertben a koronázási ceremónia, amikor második Géza, Eufrozina, valamint az egész udvartartása vendége lesz bátaszéknek, és 16 órától kezdődnek a színpadi programok a helyi fellépőknek a produkcióival. A Székely Unokák Tánccsoport, a Heimat Német Nemzetiségi Tánccsoport és a Bátaszéki Felvidék Néptánc Egyesület fog föllépni, majd 16 óra 50-től a Csurgó Zenekar koncertjével folytatódik, gyermekkoncertjével egyébként a programsor, és 18 óra 30-tól lesz vendégünk sokak nagy örömére újra Bátaszéken a Góbé Zenekar. Közben lent a téren, a piac téren és a rendezvénytéren a Langalét, a garamonciások fogják szórakoztatni az itt lévőket, és 22 órakor veszi kezdetét az Intim Tornaol illegál fergeteges koncertje, amelyet 24 órától hajnalig tartóan egy bakelit partival fogunk zárni. Vasárnap igazi sztárdömpinggel készülnek a szervezők. A bátaszéki Best Street Team fellépését követően lesz a vendégünk, egészen pontosan délután 14:30-tól Delhusa John, egy jó kis retro részleggel, őt követi 15 óra 15-től tervezetten Szabó Ádám, majd 17 órától veszi kezdetét a Honeybeast együttes élőzenés nagy koncertje, közben 19 órától az átszervezéseket, vagy az átszervezési időben a Human Brass Band fog zenélni lent a téren, és az egész bornapokat a 21 órakor kezdődő Neoton Familia koncertje fogja zárni. De ezek csupán nyilván a koncertek és a színpadi produkciók, mivel ez egy gasztrokulturális rendezvény egyben. Természetesen velünk lesz 14 borházban nagyon sok szexádi és bátaszéki borász, akik a legfinomabb nedükkel fogják kínálni a hozzánk érkezőket, de persze lesz pálinka is, és hát különböző finom ételek is. Ezen kívül pedig kézműves kirakodóvásár, és a gyerekeknek még vidám park is, ami rendelkezésre áll.
Az ügyvezető is kiemelte, hogy csak azok léphetnek majd be a rendezvény területére, akik védettségi igazolvánnyal rendelkeznek, vagy olyan 18 év alattiak, akiknek nagykorú kísérői igazoltan védettek a koronavírussal szemben. Azt gondolom, hogy az igény az hatalmas rá. Tisztában vagyunk azzal, hogy Bátaszéken is élnek olyan emberek, akik nem rendelkeznek védettségi igazolvánnyal. Nem rajtunk múlik, hogy őket erre a rendezvényre nem tudjuk beengedni, hiszen ez egy központi szabály, jogszabály, illetve rendelet. Ezt tulajdonképpen mondhatnám, hogy sajnálom, de ezen változtatni nem tudok. Úgyhogy én próbálom ezt valamilyen szinten elfogadhatóvá tenni, vagy kérem azokat, hogy legyenek türelemmel. Bízom abban, hogy majd rövid időn belül lesznek, vagy lehet már olyan rendezvényeket tartani, amelyek szabadon látogathatók, de egyébként azt érzem a visszajelzésekből, illetve az elkészült közösségi oldalakon megjelenített posztjainkból, hogy a bátaszékiek és a környékbeliek nagyon várják. Úgy általában véve nagyon várják az emberek azokat a lehetőségeket, ahol tudnak szórakozni, találkozni, iszogatni, beszélgetni, és bízom abban, hogy kulturált körülmények között ez megvalósítható lesz szeptember 10-11-12-én. Yeah.